Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Vári rá, van ennek értelme? Így hívom most ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged. Te két kérdést tettél fel, egyrészt, ami az anyagiakat illeti, oda is bepillantunk, és megtekintjük azt, hogy érdemes-e erre a férfire várni, vagy jön-e valaki az életedben, oda is, oda pillantunk. A te jelenlegi helyzetedet ez a kártya mutatja, itt előtted van egy életút, de tele kövekkel. Ezek nehézségek, de lehetnek félelmek is. Ami jó ebben a kártyában, hogy ez elvágja ezt, ez elmúlik, sőt, hamarosan el fognak múlni a nehézségek, ami az anyagiakat is illeti. A megoldást itt a könyvek mutatják. Ez titkokat is jelenthet, tehát nem lehet tudni, hogy alakul a későbbiekben az anyagi helyzet, de azt is mutathatja, hogy most te tanulsz a pénzügyi dolgokat intézni, vagy lesz arra lehetőséged, hogy képezd magad, és ezáltal fogsz pénzt kapni, és ez segít a munkahelyedet illetően. Itt a kártyák mutatják azt a férfit, akivel te most kapcsolatban vagy. Itt a kártyák ezen az oldalon utalnak valakire, akit te nem ismersz. Ezek lehetőségek. Mi most összehasonlítjuk a két férfit. Az a férfi, akivel neked most kapcsolatod van, az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Itt rendeződnek nála a dolgok. Előre folynak az események. Ez a kártya utal tisztításra is. Valami megtisztul nála. Ő lezárja a múltat, és mit tud nyújtani neked? Itt ezt mutatja a hold. A hold szimbolizálja az ő vágyait, érzelmeit, reményeit, álmait, ez mind megvan, de ő ezt nem mondja ki. Ezért nehéz neked, mert nem tudod, hogy mit akar. Van jövőtök, van erre lehetőség. Igen, itt kinyílik egy kapu. Megvannak a lehetőségek arra, hogy kialakuljon kettőtök között egy tartós párkapcsolat. De neki kell ezt a kaput kinyitni, neked meg vannak kötve a kezeid, te nem tudsz itt lépni, várj, amíg ő nyitott arra, hogy érzelmekről, párkapcsolatról beszéljen. Most megtekintünk egy másik férfit, akit te még nem ismersz, de ez lehet számodra egy lehetőség. Az ő jelenlegi helyzetét a kutya mutatja. Ő barátságos és hűséges, nagyon kedves férfi. A nehézségeket nála ez a kígyó, aki egy hölgyet szimbolizál, a múltból vele vannak nehézségei. És mit tud ez a férfi számodra nyújtani, ezt mutatja itt ez a kártya, ez utal a biztonság érzetére, valahol legyökerezni, de utal a munkahelyre is. Előfordulhat, hogy te ezt a férfit a munkahelyeden, vagy az ő munkahelyén ismered meg, de nyújtja a biztonság érzetét számodra. És van arra lehetőség, hogy te vele kialakíts
egy pár kapcsolatot. Itt megjelenik ő személyesen, te ezt a férfit meg fogod ismerni. És hogyan tovább? Itt van egy levél, te fogsz egy jó hírt kapni, ami befolyásolja a munkahelyedet, befolyásolja a párkapcsolatot, egy jó hír közeledik hozzád. És akkor meg tudod találni az irányt. Ő is jelentkezik, de egy másik férfi is belép az életedbe. Én megkérdezem most az Ingát. Van egy boldog jövőd, az anyagiakat illetően, a munkahelyet illetően, a párkapcsolatot illetően, igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor szerencséd lesz. Ha az Inga balra fordul ki, akkor nem változik semmi, és nem érzed jól magadat. Ha az Inga megáll, akkor az azt jelenti, jelen pillanatban megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Jelen pillanatban még megállnak az események, kell, hogy türelmes légy, de lassan-lassan elbúcsúzik ettől a helyzettől, és lesz szerencséd a munkádat illetően, az anyagiakat illetően, és ami a szerelmi dolgokat illeti, de kell a türelem hozzá. Kedves Mirien, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat.